Tisztelt Kerületi Bíróság, a mai napon egy olyan ügyben jutottunk el az elsőfokú döntésnek a küszöbére, tehát az ítélet hozatal előtti pillanatra, amely, mint látható, jelen tárgyalóteremben is nagy sajtó érdeklődésre is tart számot. Ezt azért kezdem így, mert álláspontom szerint majd a vádiratban írt tények, tényállás és a megjelölt bűncselekmények bizonyításában a sajtó által rögzített tényeknek, illetőleg tényeknek alapvető jelentősége van. A ügyészségi álláspontot röviden, de azért tömören és megalapozottan összefoglalva, a bizonyítékok értékelésére rátérve azzal kell kezdenem, hogy a lefolytatott bizonyítási eljárás adatai alapján a nyomozati munka, valamint a részletes bírósági tárgyalási adatok és meghallgatások, kihallgatások alapján a vádiratban írt tényállás változtatás nélkül fönntartom, hiszen a továbbiakban kifejtetteknek megfelelően a mind a négy megjelölt bűncselekmény vonatkozásában bizonyítottnak látom azt, hogy Horváth György vádlott ezeket a cselekményeket, felrúgt bűncselekményeket elkövette. Kezdeném egész röviden a vádiratnak a bevezető részében, amelynek nyilván az első két mondata, illetve a bevezető részei alatt nem vitatottak senki által, hogy megrendezésre került 2006. október 23. napján is, korábban kezdődött ez a kiállítás, de ezzel a napon is tartott. Ez a Nyitott Múzeum nevű kiállítás, amelynek keretében kihelyezésre került többek között az az ominózus, a tárgybelügyben jelentőséggel bíró 32 tonnás harckocsi is, amely ugye a nyilvánvalóan ez sem vitatott senki által okiratokkal is igazolt, ez a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgynak minősül állami tulajdonban lévő jármű. Innentől kezdve a vádirati tényállás azt tartalmazza, hogy ezt a járművet október 23. napján, a délutáni órákban oly módon, hogy ezt a kihelyezés során lényegében elektromos berendezéseitől megfosztott elindulásra nem képes harckocsi beindították olyan módon, hogy előtte az elektromos vezetékeit, valamint bekötötték, valamint két darab ismeretlen típusú akkumulátort belehelyeztek, és előtte természetesen, hogy ugye hozzá is férjenek a járműhöz, a búvó nyílásait a járműnek és a torony nyílásán, amelyek lakattal le voltak zárva, azokat felfeszítették. Biztonsági őröknek kellett volna ugye ezt a járművet őrizni, de ez a feladat ugye itt nem valósult meg, mert a nyilvánvalóan ismert események során a tárgyaláson is, illetve a nyomozás adataival is ismert vallomások szerint ezek a biztonsági őrök nem tudtak ott tartózkodni a jármű közelében, tehát ezt az őrzést nem tudták megvalósítani, de ennek a jelentőség jelenében nem különösebben nagy, hiszen nem ez a vádirati tényállásnak a lényege, hanem az, hogy ebben a járműben annyira kevés üzemanyagot hagytak, amely csak arra volt alkalmas, ugye, hogy arra a platóra, a platós járműre, amely oda szállította meg, majd visszaszállítja, odáig el tudjon önerőből menni, tehát nem arra szolgált nyilvánvalóan a kiállított tárgy, hogy ezzel ott közlekedjenek. Ezt követően a tényállásban ugye az állapítható meg, hogy az a történt rögzítése, hogy a ismeretlen személyek, tehát itt ugye hangsúlyozni szeretném, hogy nyilvánvalóan itt a vádlott is, jól láttam a vallomásaiban, védekezésében többször utalt arra, hogy ő nem vett részt a elindítás előtti eseményekben, tehát a felnyitásában a járműnek, a esetlegesen más technikai manővereknek a végrehajtásában, ez nem is a vád tárgya, tehát nem azt tartalmaz ugye a vádirat, hogy ezt ő hajtotta végre, ezért tartalmazza ezt a megjelölt tényállás, hogy ismeretlen személyek voltak, azok nem azonosítható személyek, akik nyilvánvalóan letörték ezeket a rögzítő lakatokat, és belehelyezték a két darab akkumulátort, valamint az elektromos kábelt, amely az elindításhoz már alkalmassá tette így a járművet. Erre folyt nyomozás a nyomozati szakban, ugye nyilvánvalóan ki lehetett ez a
elkövető vagy elkövetők az eredménye nem vezetett, tehát ezzel nyilvánvalóan a vádló nincsen megvádol, hogy ezt ő követte volna el. Az az ő cselekvésének a kezdeti pillanata, amikor ő, ha általa is nyilvánvalóan ez nem volt vitatott, ez volt az a tény mozzanat, amelyet ő is nyilvánvalóan egyértelműen elismert, és hát ezt majd mindjárt, ahogy már említettem, és a sajtó által rögzítettek is egyértelműen igazolják, akik aztán beszállt ebbe a harci járműbe, elindította, és ezzel közlekedett. Tehát ez az a tény is lényegedett egy részben át is térve a nyugti vallomás, amelyet ő nyilvánvalóan el is ismert, hogy hát ő volt az, aki ezt elindította, és közlekedett vele. Az, hogy elvette ezt a járművet, arra vonatkozóan az volt a vallomása, ha jól értettem az ő vallomásának ez erre vonatkozó lényegét, hogy azért volt szükséges az, hogy ő ezt a járművet lényegében birtokba vegye, hogy ott azok a forrófejű ifjak, akik a közelben tartózkodtak, ugye, azok nehogy ők indítsák el ezt a tankot, mert ő az ő állítása szerint valószínű sor került volna rövidesen. Tehát ő, aki viszont már rendelkezik ilyen tapasztalattal katonaságban, 44 évvel ezelőtt már szerzett ilyen harciálmű vezetői tapasztalatokat, úgy gondolt az ő vallomása szerint, hogy ez lesz a jó megoldás, hogyha ő ezt a ifjak elől, ő veszi birtokba ezt a járművet, és ilyen módon helyezi biztonságba, vagy esetleg a rendőrök sport felett felé azért közelítünk, hogy átadja nekik ezt a járművet. Tehát az ő vallomása, ha jól értettem, erre irányult, hogy ez volt az ő motivuma, hogy ezért ült be ebbe a járműbe. Akkor itt kezdődik el ugye az első bűncselekménynek a részletezése. Ugye ez logikai sorrendben az a jármű önkényes elvételének a büntette, amelynek a bizonyításával kapcsolatban az alábbiakat mondanám el és hangsúlyoznám. Ugye ehhez azt kellene a bűncselekménynek a megvalósításához, hogy valaki egy más tulajdonában lévő, számára idegen gépi meghajtású járművet használatba, jogtalanul használatba vegyen. Az, hogy ez egy idegen tárgy a vádlotthoz viszonyítva, ez egyértelműen megállapítható. Az, hogy ez egy gépi meghajtású jármű, az pedig szintén a rendelkezési állatok alapján nem lehet kétséges, hiszen ez egy beépített motor által hajtott, igen nagy súlyú és meglehetősen sajátos jármű, de ez egy olyan jármű, amelyben a bűncselekményi körben is értékelhető, tehát el lehetne követni a bűncselekményt. Ezt alátámasztja egyébként a nyomozati iratok első kötetében is található, befűzött katonai bírósági első és másodfokú, legfelső bírósági másodfokú végzés is, ahol egy sor katona egy másik ügyben használt jogtalanul egy ilyen hasonló harckocsit, tehát erre már bírósági ítélet is született, tehát ez nem lehet kétséges, hogy erre a tárgyra el lehet követni ezt a bűncselekményt. Az, hogy jogtalanul használta a vádlott ezt a járművet, amikor ő ezt elindította, és aztán elindult vele közlekedni, az pedig nyilvánvaló, hogy erre nem magyarázat álláspontom szerint a jogtalanságnak a sáfolatára, esetleg a vádlotti oldalról, hogy ő a ott lévő tömegből az ifjak, a forrófejű ifjak előtt próbált ezt a járművet menteni, ezzel együtt ez nem magyarázható azzal, hogy ő ezt a járművet elindítja és jogtalanul használatba veszi. Tehát álláspontom szerint ilyen körülmények között kis ilyen bizonyítékok mellett ez a bűncselekmény ezzel, hogy ő ezt a járművet elindított és azzal közlekedett, ezzel megvalósult ez a jármű önkényes elvételének büntette, amely az első bűncselekményi logika is volna, de egymás után, ami következik. A következő bűncselekmény, ugye maga az a közúti veszélyeztetés büntette, amely miatt ugye ez a ügy közlekedési szakterületet is érintő minősítést kapott, mert ezen kívül ugye elindult ismeretes a következő kettő, amire majd a két végére átérak, amikor az a két rendeli rongálás az nem közlekedési tárgyú bűncselekmény, de a közúti veszélyeztetés ami viszont valóban az. Ez viszont egy elég sajátos, nyilvánvalóan mindenki tudja is,
igazi a ügynek a jelentőségét annyiból, hogy hát illetőleg én is mondhatom, aki közlekedés ügyenben rendszeresen veszek részt, és a bíróság is ugye rendszeresen, és aki a közlekedés joggyakorlatban, jogalkalmazásban részt vesz. Ugye közúti veszélyeztetés büntették, hogy ezt a BTK 186. paragrafusában megfogalmazott bűncselekmény. Tipikusan és leggyakoribban személygépkocsival, akár motorkerékpárral, vagy valami hasonló, tehát lehet, hogy persze nyelves mondható, tehát valami nagyobb tömegű tehergépkocsival is el lehet követni ők azt, de általában ezt a közúti veszélyeztetés büntettét, hát nem nagyon emlékszem rá, de lehet, hogy más vidéki bíróságoknál volt valami hasonló, de mondjuk harckocsival, illetve mánckarkos járművekkel nem gyakorlat elkövet, illetve nincs rá nagy tapasztalat, hogy ilyen történet, tehát ez a sajátosságát ennek az ügynek közlekedési szemmel mondja nyilvánvalóan. Ezzel együtt, ugye majd most rátérve arra, mert ugye ezt majd a bíróság nyilván a ügyészi felbeszéd után hallhatja meg a védelmi álláspontot, de én a védelemnek a kérdéseiből és a megnyilvánulásaiból azt tudtam leszűrni, hogy itt ugye ezzel kapcsolatban lesz majd a védelemnek hozzáfűzni valója, hogy ez a terület, nyilván ez lesz egyik ilyen érvelés, hogy ez a terület itt Kressz hatály alá tartozó területe, ahol a Kressznek a szabályai alkalmazandóak,